Na, kedveském, hát végsősor még nincs vége konferenciánknak, de csuda örömért hallottunk Kalocsáról, január végi kezdeményezésünk október 26-án révbe ért. Egerrel nem hasonlítom össze, de hál' Istennek, tehát sőt hallottuk, hogy megyei értéktár, úgyhogy nagyszerű, és most valóban Kalocsánál... Hopp, ez már ugrál, nagyon? Nem. Jó. Tehát a rendelkezésre álló idő keretei között, Darvai Lajos kalocsai munkásságából három szál nyomon követésére teszek önökkel együtt közösen kísérletet. Bár az életút során ezek természetesen párhuzamosan futottak egymás mellett, de Dargai jellemzően sokrétű tevékenységei. Külön szemlélhető egységként is tanulmányozhatók a ma délelőtt is, és az eddigek is erről már meggyőző voltak. Így most a gyűjteményvezető és gyarapító, a sokszínű kapcsolati hálót építő és működtető, valamint a szuverén alkotó és kiállító munkásság csomópontját mutatjuk fel. Tehát a hármasság egyében tárgyaljuk Dargai Lajosnak hivatalosan 1983. augusztus 1 és 2009. december 31. között a magyar képzőnszeti irányú képzőnszeti szcéna egy igen sajátos szegmensében folytatott működését Kalocsán, és közben kitekintünk országszerte folytatott művészi munkáira is. Ez utóbbiban segítségünkre volt egykori legkedvesebb Egri tanítványa, Gárdonyis tanítványa, később már-már művésztársa Kovács Tamás László, aki levelezés formájában megőrizte csak nem 25 év apró és fontos történéseit, az alkotó emberi figyelem és persze sokszor esendőség lenyomatait. Kérem szépen, akik ismernek, egy önmutogató mókus vagyok, de e, nem fáradok, de inkább leülök, hogy talán inkább a képeket lássák, lássatok, és mellette az ide szánt képeket és fotókat. Dargai Lajos 40 éves, amikor elvállalja, hogy előbb, 1982-ben mai fogalmainkkal megbízásos alapon, majd egy évvel később fő már, áll, fő, már főállásban szakmai vezetője legyen a Kalocsán folyó, a város szülötte Nikolás Söffer, Söffer Miklós donációja köré szerveződött program kiteljesítésének. Ez főleg az 1980. novemberében átadott új múzeális gyűjtemény, az egykori szülőház jelentős felújítása révén kialakított Söffer Múzeum épületében elhelyezett műtárgyak szakszerű gondozását jelentette. Um jelentette. Igen. Másrészt pedig a Söffer tervezte valójában már 1978-tól zajló, roppant széles szervezői, tervező és persze anyagi erőforrásokat is igénybevevő kronos 8 elnevezésű köztéri alkotás elhelyezés és működésben tartása. Ez utóbbiban Dargainak egri éveiből már jócskán voltak tapasztalatai. Dargai további feladata volt az úgynevezett Söffer szemináriumok szervezése és lebonyolításuk szakmai biztosítása, ám erről Budai Viktória kollégina tart majd nem sokára részletes ismertető. Vielen De mi is motiválta még a most említett kihívások mellett dargait a gyökeres hely és helyzet változtatásban. Hiszen Eker lakossága csak nem háromszorosa akkor kalocsának. Rokonsága és jóbaráta is persze adódó ellenlábasai is többnyire egriek vagy odakötődnek. Becsukott szemmel ismeri a Heves megyei nagyváros utcáit, de még a környező települések és völgyek sokosságáit egyaránt. A döntés persze leveleiből fejezéseből tudjuk, nem volt könnyű, de mindehez lökéssel volt a kalocsai kihívás mögött lévő műtermes család a tanévi kötelmekhez képest szabadabb mozgástér, a felelősebb és testhez tersze, álló feladat, valamelyest még a Duna, de legfőképpen újra és el, újra előbukkan a Söffernek adott szava. Kalocsa az 1970-es évek második felétől hasonlóan a Bácskiskú megye más településeihez, bő egy évtizeden át a mezőgazdaság és egyre vállalkozó barátabb iparkodások mellett jelentős kulturális beruházás sorozatot valósított meg. Az akkori legendás tanácselnök, majd megyei elnök helyetteséig kiemelt dr. Geri István is megszállott munkatársainak víziója és makacsága kellett ehhez. Ezek sorába illeszkedett a Söfferház, és abban elhelyezett gyűjtemény, műterem, majd vendéglakás, valamint a Kalocsa közlekedési centrumában felállított program és környezetreflektáló új városképi alkotás, művészi tájékozódási pont. A Söffer által sem múzeumi zárványként elgondolt gyűjtemény élő mozgó létező, korabeli Söffer Lab ideája azért a intézményi formációt igényelt, hogy elfoglalhassa a helyét a kalocsai szervezeti hálózatban. Nem részletezem, érdekes, annyit hadd mondjak, ez nem kötelező cserkész munka, hogy próbáljuk megtalálni a Söffer gyűjtemény, különböző néven majd látni fogják statisztikai anyagát, ez idáig még nem jutottunk nyomára, nem lett elégetve természetesen. Um... 84 elén Párizsban jár Söffernél, 84 nyarán ö, ö, ugye, az első sofferszemináriumra kerül sor, ö, és szintén 84-ben Debrecenben a Művédési Központ Gizsgalériájában kiállítás nyílik, amit dr. Geri István nyit meg. 85 májusában Dargai a képtár rendezését végzi, 1000 négyzetméteren Prokop Péter Kalocsának adományozott alkotása és további ötteremben kortás, főleg magyar mellette finn, francia, belga és német konstruktivista művek kerülnek elhelyezésre. Ez év tavaszán er volt egy izgalmas kiállítás. 85 végén az egyébként zajosan és sikeresen mozgalmas, sok és jelentős visszhangot kiváltó dargai számára és jelentős tanulságokkal járó második Söffer szeminárium magyar műveit találkozott követően Söffer lebénul, ettől fogva hagyományos és számítógépes grafikai és kollázs munkáit végzi. Az alapítási formáció után, 86. második felétől az intézményi fejléces papíron már ezt olvashatjuk, városi képzőszeti gyűjtemények és érseki gazdasági levéltár Kalocsa a kalocsai érseki gazdasági levétár kalódó iratanyagát ugyanis a Városti tanács vette kezelésbe. Dr. Bán Péter Egerből igazolt dargai kiváló nincs írég, tartó barátja, aki nem kamikázi módon egy éves munkával Tette ezt lehetővé. Többen kérdezték, kérdezhetnék én is mai napig is, hogy mi lehetett az a, az a logika, ami mentén a városi jó, a prokop gyűjtemény viszonylag logikus, a, a városi képtár képtáranyaga logikus, de mai magyar modern állandó kijelete. De hogy az érseki gazdasági levéltár miért, hogyan és miért, de inkább hogy miért került, milyen logika mentén nem tudjuk, azzal együtt meg kell jegyeznem, hogy közben szakmailag tudjuk, tehát ez nem egy, egy, egy ilyen szóbeszéd, hogy gyakorlatilag a a érseki gazdasági levéltár anyagát, kazlazatlan, de Bán Péter által végre rendszerezett anyagát, 1970-től a Viski Károly Múzeum akkori igazgatója használta, most nem kibeszélés, csak ugye logikusabb is lett volna, hogy egy városi, térségi, történeti, néprajzi gyűjtemény vagy múzeumhoz kerüljön, nem tudunk nyomára kerülni. Lehet, hogy épp ez a, emiatt a szimbiózis miatt ugye nem, mutat, vagy nem találjuk a Nemzeti Múzeumban egyébként az összes magyarországi múzeális gyűjtemény őrző adattárban még, majd most ráugrunk erre is természetesen. Folyamatosan dolgozik együtt említett tanítványával, Tamással, nem csak levelező úton, katalógusokat terveznek közösen. Tamás dolgozik a Fajó műhelyben ebben vele. Talos Miklós neve is elhangzott. Régi barát, hogy úgy mondjam, ő nála ugye 60-as évek végétől dolgozik. Dallos Miklóssal mint halálig barátság szakmai szoros együttműködés, akinek teljesen más volt a művészi vagy művészeti stílusa, az övrnek teljesen más volt a jellege, de érdekes módon egy, egy nagyon izgalmas egymásra találás. Ő is egyébként még a 40-es évek, magyar művé, 40 évek második fele magyar művészen migrációjának egy jeles tagja, és nagyon sokak támogatója. Tehát amikor elhangzott ugye Konok Tamás mások neve, vagy, vagy Csernusé, nála és az ő révén találkozik Dargai velük. Dargai hazatér minden alkalommal ösztöndiből kalandvágyból, legalábbis és vannak ide, így mondtuk ezt, uh, nem biztos, hogy jó, de igen. Um, Dallos portréfilm készült, bemutatja ugye a a Kalocsai Schöffer Múzeumban, hiszen ott folyamatosan előadásokat tart, nem csak ö, ö, avatott, vágt, vagy szemű már felnőtteknek, hanem rendszeresen tart diákoknak előadásokat, ismeretterjesztő, a Tudományos Ismeretterjesztő Megyei Egyesületnek tagja. Nem csak formálisan fizeti a tagdíjat, hanem jóval t, ö, többről van szó. 89-ben részt vesz a Megyei képzőműszek önszerveződő munkájában, ez is egy nagyon izgalmas időszak, ezt is érdemes lesz egyszer majd földolgozni, úgy, ahogy Heves megyénél ugye többen utaltatok rá, ugyanúgy ez valamelyest pótlandó Heves megye tágabb viszonylatában Eger kapcsán virágnes. Mostani elnök azt, hogy nyunk tett többször kísérletet arra, és nem talang nem hizelgek neki, de jó tudjatok róla, hogy Kecskemét város 60-as, 80-as, 1960-as, 80-as évekbeli művészeti életéről, nyüzsgéséről és intézményi műhelyekről van szó. És egy pillanatra bár fölülírom magam, már legalábbis szövegben. Kérem szépen, gondoljunk bele, 1982-től Magyarország gazdaságilag padlón van. Kimondva, kimondottan, hogy itt az olajválságtól kezdve minden nálunk begyűrűződik. Minden. És ennek ellenére heves megye de nem, szóval nem, nem, a másik zöld, de, de intézmények, kultúrális és művészeti intézmények sokasága jön létre Kecskeméten, és nem csak Kecskemét, tehát nem csak a szórakozás nem csak a animációs stúdió, nem csak a Nemzetközi Kodá intézet, hanem például Baja, például Kiskörös, például Kal Kalocsán, hát intézményi topzódás van szinte, szóval nagyon izgalmas. És a rendszerváltás Forduló táján ő is részese ennek a megyei művészeti szerveződésnek, és ott a szobrászati tagozatnak lesz ő a, a, a vezetője, megbízott vezetője. 89. júniusában az első és azóta egyetlen utolsó Bács-megyei a kecskeméti kévtár lánykori nevén cifrapalotában valósul meg, elég izgalmas csapattal egyaránt. 89 maga is egy nagyon izgalmas, már mint megyei képzőnyszert élet szempontjából, 90-ben tesznek közös látogatást Velencében, amelynek egy nagyon izgalmas abjektje születik meg később. Két, igen, 91-ben 90-ben kapja meg, nem, 91-ben nyeri el a Pollock-Rassner ösztöndíjat először, majd 2000-ben, és ekkor jelenik meg vele egy nagyon érdekes című cikk, látszólag egy ilyen harsány, de nem, 91-ben a kalocsai nép, a kalocsai néplap tudósító egy újságírója, a 21. század művésze Dargai Lajos. Um, és nem csak a cím magvas, um, és egyébként nem egy harsány, de, de elég meditatív, érdemes ezt a cikket és a többit is most a Magyar Műszeti Akadémia által kiadás alatt lévő tanulmánygyűjteményben ennek a konve konzekvenciáit olvassák, olvashatjátok, és várjuk közösen szeretettel. Ugye elveszti Major Mátét, német Lajost, és és 92-ben, 92 elején nem csak mentorált, hanem az egész mozgató, és söffert ezek az évek egyébként is, hogy mondjam, eléggé padóra vihették, vagy vihették volna. Az is érdekes és izgalmas, hogy Söfer azt szerette volna, a végreakaratában az van, hogy szerette volna, hogyha a Kronosz 8, a, a, téren ugye fölállított Kronosz 8 object alá temetik, hát ennek jó, hát somásan nem intézték röviden, ez volt a lényeg, kölyál szempontjából nem sikerült. Jóval többről van szó, de valóban lehet, hogy a stílus ízlés kérdése, hogy valaki ott akar egy nagy de utólag már ne bántsuk szegény mestert. Ettől függetlenül a Nikolás Söffer barátai alapítvány és maga Eleonora Söffer pár évvel ezelőtti elhunytáig visszajárt, visszatért, nem csak merengve az alapítvány működtette, fejlesztették, a múzeum épületét, a francia nyelvű könyvtárat alapítottak, nem nyelvkönyveket, hanem művészeti. Tehát tessenek tudni róla, erről ebédszünetben beszéltünk Zsoltal is, és Orosz mások, tessenek tudni arról, hogy, hogy Kalocsán a Söffer gyűjtemény, múzeum, múzeális gyűjteményben egy fantasztikusan izgalmas anyag van, Dargainak is a privát gyűjteményében kellő kutatási szándékkal hozzáférhető, mi is elég sokat digitalizáltunk ebből, és tesszük közéd Dénesék és mások jó voltából. Kérem szépen, igenis, 90, igen, röviden, 93, bővül 95-ben viszont eléri, talán emlékeznek, emlékeztek rá, volt egy ilyen, hogy bokros csomag, tehát az országos megszorító gazdasági intézkedések, bokros Surányi projekt, itt a Söffer Múzeumot is eléri, a fénytorony működik, nem működik, és intézményi karcsúsítások, tehát a Söffer gyűjtemény, és ezzel együtt Dargai Lajos, aki nem egy jó primadonnaként vitte és vezette, de a szakmai önállóságát is, mint intézményvezető elveszti. Tehát ez egyébként ugye más intézményeket is ez az időszak nagyon érintett, és azt is tudni kell arról, hogy akkor ez az egész művészeti konglomerátum, súlyosbítva ezzel a érseki levéltárral, aztán önállósodik, gyakorlatilag két szak alkalmazottal látta el, és hét további részmunkaidős teremőrrel. Tehát még nem is mondhatom azt, hogy lé, léhűtő lettek volna. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mint múzeumi világban talán valamelyes jártas, van a mai világhoz képest, hogy hétfő, hivatalosan hétfő kivételével, de minden nap nyitva voltak. Tehát vasárnap is nyitva voltak, és nem kellett külön telefonvonalon bekérezkedni, és még, még amikor lehetett télen is, nem dacból, hanem hát igen, ha már ez létrejött. Eleonora gondoskodása továbbra is Baloglászló a szeretett, Balog Laci, hát mi nem Laci, Laci bács, ugye éppen születésnapja kor, és több esetben egyébként Kassák születésnapját a Söfer gyűjteményben meg, megünnepelték, nem csak vörösborral, hanem kiállításokkal és egyéb más programmal. Ami nagyon fontos, életmű kiállításainak egyik legfontosabb, 98-ban az Els Múzeum, ez egy fantasztikusan jól dokumentált katalógussal, magyar, angol nyelven, mai napig használható a világhálón, megtaláljátok, a emblematikus adatok ott vannak, és hát néhány rettentő ember, akit szerettünk mindig is, és ő is szeretett. És működtek, a, és nem volt lekapcsolva, és nem szólt ránk a házmester. Működtek az abjektek, ugye többen szóvá tették a korábbiakban, mint a Tatsai Judit is, hogy a Józsefvárosi Galériában rászólt a, a látogatóra, a teremőrnéni, mert igen. Tervei számtalan született, egy kalosai kurátortársunk, aki a Pollákon végzett, előbb a Barbakán rajt, Fiktifejre, valamint Egerbe, érdemes volna ezt újra megnézni, mert tervezte azt az ide a nyomán, Dargai, hogy nem magának állít, Emléket és volt, hanem a magyar kinetikus művészetek háza. Kérem szépen, ezt párhol meg lehet bármikor csinálni, a terv megvan, kérem éljenek vele, mint a fény. Bocsánat, hogy nem a család, nem halljuk fel, de, de igen, ezek közkincsek, tehát tessenek ezzel, és gondolkodni. Itt, itt van Fajcsák Dénes főépítész, vagy itt volt, beszéltünk Dénessel is, jó, nem rajta múlik, hát mindenkinek van valami, valakie és valami, Már ő fent És említett Kovács Tamás, mint halálig, egymás mint a legnövendéke. 2003-ban, most ugye aktuális a Naiman év Tamás akkor rend, rendezett egy kiáltást, és ha már nem is lehetett ott Lajos, Asszem, Targai tanár úr, de Dargai négynyelvű, a magyar menne mellett négynyelvű vezető katalógusa jelent meg. Úri dolog? Meg lehetett csinálni. És elvesztettük kurátortársunkat. Megjelenik 2005-ben egyedül azóta a monográfiája tanulmánykötetekkel együtt. Egerben 2011-ben Ágota és Csintana András és mások jó pedig átmeneti időszak volt, akkor is intézményileg borzalmas kutyaidők, pénz se nagyon. ezt tudjuk, de megcsináltátok, és be kell, cél, be kell ászló nyitja meg. És 2012-ben újabb hazatérés és megkapja megkapja prima a díjat életében. Talán nektek, önöknek is, és Söpfernek is egy darabot gondolt. Osztumusz hajnal díjat kap Kalocsa városától, mint hallottuk, bekerül Kalocsa város értéktárába, nem méltatlanul, de ezt már nem érhette meg. Viszont kedves Rajos itt vagyunk veled, szeretünk, szél.